Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Három program délelőtt. Városszerte zajlottak a megemlékezések március 15-én. Ez az ünnep igazodási pont. Kitüntetéseket adtak át az ünnepi képviselőtestületi ülésen. Országos elismerést kaptak. Négy gyulai közéleti személyiség vehetett át országos kitüntetést. Templombúcsú Németvároson. Az épület korszerűsítésének folytatásáról beszélt Kovács Péter plébános. Esemény dús volt a délelőtt március 15-én. A Kossuth téri programok után a Városbarátok köre emlékezett Pálffy Albert emlékművénél. A Petőfi téren Somogyvári Ákos, az Erkel Ferenc Társaság elnöke mondott személyes hangvételű beszédet. Ez a nap híre. Honfitársaim, elkészültem a 12 ponttal! Nagyszerű, mutasd! Majd ha Sándor látta, ő bízott meg vele. Hagyományosan a Kossuth téren kezdődött a március 15-i ünnepi program sorozat. Ezen a helyszínen a Kálliópé színjátszó kör növendékeinek műsorát követően elhelyezték az emlékezés koszorúit. A gyulai Városbarátok köre tagjai koszorúzással és főhajtással emlékeztek az 1848-as forradalom egyik előkészítőjére, Pálffy Albertre. Székely Árpád elnökségi tag kiemelte, a gyulai születésű író-újságíró 1846-ban ismerkedett meg Petőfi Sándorral, és jó barátok lettek. A 48-as forradalomban aktívan részt vállalt, a Tízek Társaságának tagja volt, nagyon sok cikket írt, újságot szerkesztett, tehát benne volt a sűrűjébe. Aztán a 49-es dolgokból bár nem annyira folyt bele, ő kardot nem fogott, a mai híres mondás szerint ő a béke pártján állt. Isten áld meg a magyar. A Petőfi téren az Erkel Ferenc vegyes kar énekelte el a himnuszt. A személyes hangvételű ünnepi beszédet Erkel Ferenc szép unokája, Somogyvári Ákos, az Erkel Társaság elnöke tartotta. Több olyan szökőévet és történetet említett meg, amely az Erkel életmű szempontjából fontosak. Többek között azt, hogy 1000 éves államiságunk évfordulóján 1896-ban Göndöcs Benedek kezdeményezésére a szülőváros Gyula állította fel Erkel, Kallósede alkotta mellszobrát. Újabb jó néhány évtized elteltével következett 1936. Éppen ez esztendőben alakította át, hántotta le Dohnányi Ernő valamennyi magyaros elemet Erkel himnuszáról, amikor a berlini olimpia vízipóló döntője végén Erkel fohásza csendülhetett fel. A győztes magyar csapat tagja volt hazai Henselmann Kálmán, aki a dobogó tetején, a világon alig, hanem azóta is egyedülékén a dédapja imáját énekelhette. Őt nagyapámként tisztelhettem. Ünnepi műsort adott a Kiskata zenekar. A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke, és büntetéseit már átszenvedte ő. Valamint Lux Ádám, Jászai Mari díjas színész. A műsort követően megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát. Március 15-e olyan igazodási pont, mely nemzeti egységet teremt, mondta a péntek délutáni ünnepi képviselőtestületi ülésen Görgényi Ernő polgármester. Az eseményen több városi kitüntetést adtak át, majd a program az Erkel Ferenc Társaság 33. történelmi hangversenyével zárult. A március 15-i programsorozat délután ünnepi képviselőtestületi üléssel folytatódott a Városháza dísztermében. Görgényi Ernő polgármester beszédében kiemelte, minden korban vannak olyan igazodási pontok, amelyek nemzeti egységet teremtenek. Ilyen március 15-e, azaz az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, és annak emléke. A hősies szabadságharc, amelyben a nemzet egységesen állt ki szuverenitásáért. A nemes, a polgár és a földműves egyaránt kész volt vérét hullajtani hazájáért.
A gyulai képviselőtestület 2015. május 28-án alkotta meg a grémium által adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletét. Célja, hogy méltó elismerésben részesítse mindazokat, akik a város érdekében kiemelkedően dolgoztak, munkásságukkal hozzájárultak a város hírnevének gyarapításához. Emellett tevékenységükkel életük során gazdagították az egyetemes civilizáció értékeit, az élet valamelyik területén kiemelkedő eredményeket szereztek, személyük és cselekedeteik példaként állíthatók a jelen és az utókor elé. Gyulaváros kitüntető címet kapott Nagy János professzor emeritus, az Implom József középiskolai helyesírási versenyelnöke. Ő március 2-án a verseny Kárpát-medencei döntőjének záró ünnepségén vette át az elismerést. A város érdekében magasfokú empátiával, kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkájáért, példaértékű tevékenységéért, valamint az általa elért elévülhetetlen érdemekért kiváló polgárkitüntető címet vehetett át Becsiné Szabó Márta Mária, címzetes főjegyző. Csak végeztem a munkámat, 40 évig a közszolgálatban, és 20 évig pedig a hivatalt vezettem jól vagy rosszul. Nagy szerencsémben mindig kitűnő kollégáim voltak, segítőim, akik a munkám végzése során mindig támogattak engem. A város kulturális életének szervezésében betöltött meghatározó és közösségépítő több évtizedes szerepvállalásáért, lokálpatrióta tevékenységéért, Gyulavárosért kitüntető címet vehetett át Kósa Zsuzsanna Katalin, a Simonyi Imre emlékszoba kialakításának kezdeményezője. A több évtizeden át töretlen szakmai igényességgel, elhivatottsággal és fáradhatatlan munkakedvvel végzett pedagógiai tevékenységéért Gyulavárosért kitüntető címet vehetett át Marsi Katalin Mária, nyugállományú pedagógus. A város sportéletének szervezése és infrastruktúrális fejlesztése területén elért elévülhetetlen érdemeiért, valamint több évtizedes a gyermekek és fiatalok sporttehetségek kibontakoztatása érdekében végzett oktató-nevelő munkásságáért Gyulavárosért kitüntető címet vehetett át Kertes István, a Gyula Sport Nonprofit Kft. Ügyvezetője. 20 évvel ezelőtt egy atlétika versenyen egy álmodozott kisfiú tanítványom fölállt a dobogóra, és mellettem ültek emberek, és megkérdezték tőlem, hogy miért csinálod ezt. Miért vállalod fel azt, hogy sok hétvége, ünnepnap, nyaralásokat, akit a családoddal tudnál eltölteni, helyette versenyeken vagy, edzést tartasz, edzőtáborokban veszel részt. És akkor azt mondtam neki, hogy ezért a pillanatért, amikor annak a gyereknek a szemében megláttad azokat a könycseppeket, hogy ő is valamiben jó, valamiért érdemes neki is dolgoznia. A kiemelkedő hivatástudattal, diákbarát attitűddel végzett több évtizedes munkásságáért Gyulavárosért kitüntető címet vehetett át Repiszkiné Radics Anna, a Nikolaj Bácsescu Román Gimnázium általános iskola és kollégium igazgató helyettese, magyar-román szakos tanára, újságíró. Az egyik kiemelt feladatomnak vagy nevelési elvemnek vallom azt, hogy a tanítványoknak megtanítani azt, miért fontos ragaszkodni a szülőföldünkhöz, ahhoz a helyhez, ahol mi felnőttünk, az ott élő emberekhez, mindahhoz a hagyományok, nyelv, kultúra, ami odaköt minket. A munkájában tanúsított példamutató és pajtásias magatartásáért, a civil társadalomban a helyi közösségek irányába tanúsított szociális érzékenységéért és közösségépítő szerepvállalásáért Gyulavárosért kitüntető címet vehetett át Kis József, nyugállományú tűzoltó alezredes, számos civil szervezet vezetője. Az ifjúságügy, a közösségfejlesztés és a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő szakmai teljesítményükért Gyulavárosért kitüntető címet kapott a Mi Egymásért, Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület kollektívája. Az elmúlt 20 év nagyon sok élményt adott nekünk, több ezer fiatallal dolgozhattunk együtt, nagyon sok önkéntessel, most itt gondolok arra, hogy közel szerintem 1000 önkéntessel dolgoztunk itt az elmúlt 20 évben, úgyhogy nekik mindenképpen szeretném megköszönni a közös munkát. A 4 évtizede példamutató hozzáállással, kreatív és segítőkész feladatvállalással végzett, áldozatos, értékteremtő munkásságáért Gyulaváros szolgálatáért kitüntető címet vehetett át Kisné Ceglédi Márta, gyermekkönyvtáros.
Köszönöm szépen a munkatársaimnak és feletteseimnek, hogy mindig segítenek, mert azért valljuk be, hogy egy gyermekkönyvtárban dolgozni, az bizony sokszor csapatmunka. A város érdekében kiemelkedő hivatástudattal és felelősséggel végzett pontos, lelkiismeretes szolgálatáért, valamint sokoldalú szerepvállalásáért, Gyula város szolgálatáért kitüntető címet vehetett át Petrócki Gábor Jenő, a gyulai polgármesteri hivatal kommunikációs referense. A több mint 3 évtizede kiemelkedő szakmai színvonalon, nagyfokú elkötelezettséggel végzett példaértékű és lelkiismeretes munkásságáért, Gyula város szolgálatáért kitüntető címet vehetett át Benkő Judit Krisztina, a gyulai közüzemi non-profit Kft. Ügyfélszolgálati vezetője. A március 15-i program az Erkel Társaság 33. történelmi hangversenyével zárult. Négy gyulai közéleti személyiség vehetett át országos kitüntetést. Március 15-e alkalmából Ökrös Istvánné Ivány Katalin mellett Erdész Ádám, Dézsi János és Domokos István kapott elismerést. A nemzeti ünnep alkalmából több gyulai vehetett át állami kitüntetést. Magyar Érdemrend Lovakkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Erdész Ádám István történész levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Vármegyei Levéltárának nyugalmazott igazgatója. Amikor ott hallgatta az ember azokat a neveket, amelyeknek egy részét ismert, más részét nem, az megint csak megnyugtató érzés volt, hogy köztük vagyok. Mert hogy jöttek a nevek, Bán János, akit először a főiskola Odri színpadán láttam egyetemi hallgatókoromban, és mások is, akik hát nem akárkik a magyar szellemi életben. Évtizedek óta nagy elkötelezettséggel végzett, értékteremtő munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Domokos István, a Kossuth Rádió országjáró magazin műsorának felelős szerkesztője. Az elismerés mindenek előtt megtiszteltetés számomra egy olyan munkáért, ami a szívügyem a rádiózás, és ebben a díjban az országjáró műsora igen derekasan benne van. A műsornak a fő küldetés egyébként, amiért megszületett a Vidék Magyarországának a bemutatása, és mivel magam is vidéki ember vagyok, gyulai, ami azt jelenti, hogy onnan indulok és oda is érkezek vissza, mint nap. Tehát Gyula az otthonom, és a műsornak a szíve lelke pont a vidékiségben van. Békés Vármegye és a város könyvtári ellátása érdekében végzett, több évtizedes tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Dézsi János, a gyulai Mogyorósi János városi könyvtár igazgatója. Meglepő volt számomra, tehát ennek semmi előzménye nem volt, és mindenki egyébként szerintem úgy van vele, hogy teszi a dolgát, ahogy tudja azt, hogy ilyen esetek előfordulnak, hogy mondjuk jelzik azt, hogy ezért elismerést fog kapni, azt örömmel veszi természetesen, de nem ezért dolgozik. Úgyhogy nagyon örültem neki, de nagyon meg is lepett, ezt is megmondom őszintén. Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Ökrös Istvánné Ivány Katalin, nyugalmazott fogorvos, több évtizeden át végzett, példaadó fogorvosi munkája elismeréséül. Vasárnap délelőtt tartották a gyulai Szent József templom búcsúját. Az eseményen Balog Ottó káplán hangsúlyozta, Szent József családszeretete, bölcs és megfontolt döntései követendő példaként szolgálnak. Vasárnap délelőtt tartották a gyulai Szent József templom búcsúját. Az eseményen Balog Ottó korábbi gyulai, jelenleg Békés Csabai káplán hangsúlyozta, Szent József család szeretete, bölcs és megfontolt döntései mindannyiunk számára követendő példaként szolgálnak. Szent József a példás, családfenntartó és család szerető életével tudott alkotni maradandót, és mutat példát a mai ember számára is. Szent József példaképe lehet mindazok számára, akiknek az élet mást hoz, mint amire számítunk. Mert fiatal férfi emberként
családos életre készült, de az egy pillanat alatt másképpen kezdett el alakulni, mint ahogyan azt ő elképzelte. Kovács Péter plébános arról beszélt, hogy a németek Gyulára településének 300. évfordulóján Görgény Jernő polgármester, az illetékes államtitkárság és a hívek közreműködésével megkezdték az épület megújítását, amit a templom szigetelésével szeretnének folytatni. Végül is különösebben a pénzünk még nincs meg rá, de ha már nincs meg, akkor tervezzünk tovább. A plébános némi humorral fűszerezve úgy folytatta, hogy a pénz ugyan még nincs meg rá, de azért tervezik a későbbieket is. Egyre elengedhetetlenebbnek látszik ugyanis a vizesedő épület szigetelése. Ez 20 millió forintba kerül, de szeretnék a főoltárt és a két kis kápolnát a templom jobb és bal oldalán is felújítani. Erre a következő időszakban is gyűjtik a pénzt. A Szent Misén virágcsokrokat helyeztek el Szűz Mária szobránál, mely a hagyomány szerint közel egyidős a németek Gyulára településével. A gyulai általános iskolákban is felidézték a március 15-i eseményeket. Rövid hírek következnek. A március 15-i nemzeti ünnepet megelőzően a gyulai általános iskolákban is megemlékeztek az 1848-49-es hősökről. A Dürerben és a Lila suliban is hagyomány, hogy a 7-es diákok közvetítik ünnepi műsorukban a forradalom és szabadságharc üzenetét. Az idén mindkét iskola megemlékezése, amit jelent a haza kérdésére adott válaszokra épült. Valódi nagyszínpadi produkcióval készültek az eseményre az 5-ös sulis gyerekek. Egy család történetén keresztül műsorukban olyan új elemek is megjelentek többek között, mint a reppelt vers, az akrobatikus gimnasztika, vagy éppen a légtorna gyakorlat. Kenf Anna amellett, hogy légtorna gyakorlatával megkoronázta a műsort, a kislány szerepét is megformálta a családban. Fontos, hogy az ünnepi műsor 1848 üzenetét minden korosztályhoz eljuttassa, a vendégként érkező óvodásokhoz és a nagyobb gyerekekhez egyaránt, fogalmazott Kovácsné Megyeri Anna. A szervezésben oroszlán részt vállalt pedagógus kiemelte, legfőbb céljuk, hogy a jövő nemzedéke megérezze, mit tud tenni a hazáért. A Dürerben március 15-e megünneplése egyet jelent a magyar identitás szimbolizálásával, fogalmazott Csontosné László Anikó igazgató. Az elmúlt hetekben sokat beszélgettek az iskolában az 1848-49-es eseményekről, a közel 57-es diák műsora mindennek a megkoronázása. Az általános iskolai korosztály megszólítása nem könnyű feladat a mesterséges intelligencia korában, ezért is van különös jelentősége a március 15-i megemlékezéseknek. A jövő generációja az ilyen jeles alkalmakon tanulhatja meg, mit jelent számára gyermekként, majd felnőtté válva a haza. Keleti Éva fotóiból nyílt kiállítás kedden a Kohán képtárban. A Kossuth, Prima Primissima és Balázs Béla díjas fotóművész 75 éves pályafutása alatt több tízezer fotót készített. A tárlatot Árpási Zoltán újságíró szerkesztő nyitotta meg, aki a fotográfia bűvöletében Beszélgetés Keleti Éva fotóművésszel című könyv szerzője is. Kiemelte, több mint 20 évig együtt dolgoztak, kollégák voltak, így elég közelről ismeri Keleti Évát. Az újságírók a hazai fotográfia nagyasszonyaként emlegetik. A legnagyobb érdeme, hogy megújította a színházi fotózást. A megnyitón L. Péter Ficsaba, a kiállítás kurátora tartott tárlatvezetést. A kiállítás Keleti Éva 92. születésnapjára készült el, 2023. augusztusára. Tavaly márciusban kezdődött a fotózás, és néhány hónap alatt születtek meg a képek. Az eseményen elhangzott, a színházi élet elképzelhetetlen volt Keleti Éva nélkül. Bár 1991-ben visszavonult, férje halála után túl a 80. születésnapján ismét gépet ragadott. Kis túlzással újra kellett tanulnia a fotózást, hiszen a digitális technika távol állt tőle. A 72 fényképet megjelenítő Szubjektív című tárlaton látható többek között Molnár Piroska, Pogány Judit,
Kulka János, Törőcsik Franciska, valamint Tarján Zsófia is. A fotókiállítás április 21-ig tekinthető meg a Kohán képtárban. A kamaszkorból a felnőtt korba lépésről, ennek az időszaknak a lelki hátteréről szól Balázsi Fanni Bocs, hogy élek című kötete. A művet a napokban a Gyulai Könyvtárban is bemutatták, az eseményen a szerző mellett a könyv illusztrátora, Korbujági is részt vett. Mint kiderült, már a személyes találkozás előtt egymás munkáinak ismeretében megvolt az összhang közöttük. Balázsi Fanni elmondta, a felnőtté válás folyamata sok problémával jár, ezt örökítette meg a kötetben, nem mellesleg pedig megoldást is kínál az olvasók számára. A gyulai gyökerekkel rendelkező Balázsi Fanni jelenleg az ELTE doktorandusz hallgatója, de egy kiadó szerkesztőjeként és műfordítóként is dolgozik, mindezek mellett következő kötetét is tervezi. Magbőrzét és kertészeti szakmai napot rendeztek nemrég a Békesugár úti civilházban. A programok egész nap a fenntarthatóság jegyében zajlottak. A fiatalabb korosztály körében is népszerű volt a magbőrze. A rendezvényen vásárolt petrezselymet magas ágyásba fogják ültetni. Az immáron harmadik alkalommal életre hívott eseményen többek között komposzt bemutató, madarász és lepkés foglalkozás, valamint oltás bemutató várta a megjelenteket. Az utóbbi esetében elmondható, hogy ez a növénynemesítés egyik ma is használatos és gyakori formája. Illés Olivér, a magbőrze főszervezője, permakultúrás tervező kiemelte. Olyan fórumot akart megteremteni, amely összehozza az idősebb, tapasztalt kertészeket a fiatal generációval, valamint azokkal, akik részlegesen önellátók szeretnének lenni. Emellett célja, hogy hosszabb távon összegyűjtsön egy gyulai magbankot. Illés Olivér kiemelte, a régi fajta magokat is szeretné megőrizni. Van olyan ismerőse, akinek még az 1950-es évekből van visszafogott répa magja. Ez nem azt jelenti, hogy azóta ugyanazt a magot ülteti el, hanem minden évben megfogta, az új termés magját veti el. A magbőrzén olyan programsorozatot hoztak létre, amely megtanítja a megjelenteket arra, hogyan kell hosszú távon fenntartani egy regeneráló kertet. Sportos programot tartottak az ágotás fiatalok számára. Lapszemle következik. Jézus mellett mindenkinek helye van. Bűnbánati napot tartottak Szabadkán, közölte a Magyar Kurír. Fazekas Ferenc szabadkai püspök hangsúlyozta, aki megveti a Jóisten szeretetét, a saját magát ítéli el. Pingpong verseny Ágota falván. Ütőket ragadtak az Ágota közösség fiataljai, hogy megmutassák ügyességüket a második alkalommal megszervezett Ágota asztali teniszversenyen. A gyermekvédelmi szolgáltató azt írta, a program célja az volt, hogy a fiatalok barátságokat építsenek és megismerjék sorstársaikat. Csillagvirág, csészegomba. A Marosártér természeti értékeit mutatták be egy túra során, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A kergetőző barázda billegetők, vörösbegyek, fekete rigók és a magasban köröző egerészőjvek tovább színesítették a tavaszi túra élményeit. Megmérették magukat a szenior táncosok. A 60 plusz szenior tánccsoport 14 tagja vett részt a 14. országos nyugdíjas Ki mit tud és Népek tánca, Népek zenéje elődöntőjén. A Kistérségi Szociális Intézmény közösségi oldala azt írta, a gyulai fellépők produkciója elnyerte a közönség tetszését. A következő napokban visszatérhetnek az enyhe hajnali fagyok. A hét második felében több csapadékra készülhetünk. Kedden fagypont körül alakulhat a hajnali hőmérséklet. Később változóan felhős, napos időben lesz részünk. Éjszaka mínusz 1 fokot, a kora délutáni órákban plusz 10 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre van kilátás, erős lesz a szél. A hőmérséklet pedig mínusz 1 és plusz 14 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Három program délelőtt. Városszerte zajlottak a megemlékezések március 15-én. Ez az ünnep igazodási pont. Kitüntetéseket adtak át az ünnepi képviselőtestületi ülésen. Országos elismerést kaptak.
4 gyulai közéleti személyiség vehetett át országos kitüntetést. Templombúcsú, Németvároson. Az épület korszerűsítésének folytatásáról beszélt Kovács Péter plébános. Ez volt a Gyula TV híradója. Most a németvárosi Szent József templom búcsújáról közvetítünk felvételről. Kövessenek minket közösségi felületeinken és a gyulatelevízió.hu oldalon. További jó tévézést kívánunk!